Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a szokásos videóelemzésem. Ahogy itt a fenti címből is látható, a miniszterelnöknek a háromnapos berlini látogatásával vagy körútjával fogok most foglalkozni a mai videóelemzésben, méghozzá azzal kapcsolatosan, hogy mégis mi lehet az, ami a legfontosabb kérdés most Magyarország számára, és a nyilatkozatokból, illetve a jelekből mire lehet következtetni, milyen eredményeket ért el a magyar kormányfő. Hát, ahogy látszódik itt a címben, még ezt utalok rá, az lesz most itt a videóelemzésben a fő kérdés, hogy vajon megállapodtak-e az uniós források kérdéséről Berlinben Orbán Viktor és Olaf Scholz. Miért fontos az, hogy a németekkel erről megállapodunk, és mi várható az elkövetkezendő hetekben, hiszen november második felére le kell zárni gyakorlatilag a vitás pontokat az Európai Bizottsággal. De izgalmas hetek előtt állunk ebből a szempontból, gyakorlatilag eldől az Európai Uniós forrásoknak a sorsa. Tudom, mindenki már unja, mert mindig mondják, hogy de most már közel a megállapodás, de most már tényleg itt vagyunk a finishben, azért erről fog beszélni, és arról, hogy mi következik a mostani berlini látogatásból. Tehát talán kezdjük onnan, hogy mi történt. Orbán Viktor egy háromnapos látogatáson vett részt a német fővárosban, Berlinben. Ugye a hírek szerint már vasárnap megérkezett, és még tegnap is ott volt, tehát vasárnap, hétfő, kedd az, amelyik a tárgyalásokra lehetőséget biztosított. Ugye a hivatalos látogatás az Olaf Scholz német kancellárnál volt, erről én is kitettem videófelvételt, képek készültek, de sok információ nem szivárgott ki arról, hogy mégis mi történhetett ezen a találkozón, de mindjárt beszélek majd, azért egy-két információ kiderült. Betalálkozott Angela Merkel korábbi német kancellárral is a hírek szerint, ugye egy személyes jellegű beszélgetés, tárgyalás történt kettejük között, ami szintén fontos a magyar pozíciók szempontjából. És hát Orbán Viktor tegnap előtt és tegnap is részt vett pódiumbeszélgetéseken, tegnap előtt a német gazdaság meghatározó szereplőivel találkozott, tegnap pedig német újságírókkal beszélgetett és tartott egy nagyívű, átfogó, geopolitikai jellegű előadást a német fővárosban. Tehát gyakorlatilag széles körben volt lehetősége arra, hogy ismertesse a magyar álláspontot az aktuális geopolitikai kérdésekben, és tisztázódhasson az a magyar pozíció, amellyel kapcsolatosan azért főként a német sajtóban nagyon sok negatív, megtévesztő és a valóságot nélkülöző hírcikk megjelent az elmúlt hónapokban, tehát ez egy nagyon fontos, nagy jelentőségű látogatás volt Németországban, a miniszterelnök széles körben tudta ismertetni az álláspontját. Ugye minden ezek tetejében a legfontosabb kérdés az most a Magyarországnak járó uniós forrásoknak az ügye, amelyre szintén komoly ráhatása van a német álláspontnak, tehát Németország, mint Európa vezető hatalma, döntő szerepet játszik abban, hogy az Európai Tanácsban és az Európai Bizottságban milyen döntések születnek. Ugye hát nem kell mondanom, az Európai Bizottságnak is az elnöke, Ursula von der Leyen, egy német politikus, tehát egyértelműen látszik, hogy mind az Európai Bizottságban és mind az Európai Tanácsban kiemelt szerepe van annak, hogy a német politikai vezetésnek mi az álláspontja, mit szeretne, mi az, ami az ő politikai irányvonaluk. Ugye Orbán Viktor arról beszélt, hogy gyümölcsöző volt a találkozója Olaf Scholz-szal. Ebből arra lehet következtetni, hogy pozitív volt a tárgyalásoknak a kimenetele. Ez arra is engedt következtetni, hogy véletlenül az uniós forrásokról is megállapodás született. A két fél megállapodott abban, hogy milyen feltételek mentén támogatják egymást. Ugye vélhetően a magyar parlamentnek benyújtott törvénymódosító javaslatoknak az elfogadását, azoknak a kihirdetését várják el a németek is, amit ugye az Európai Bizottság, és akkor Németország nem fogja ellenezni azt, hogy Magyarország megkapja ezeket az uniós forrásokat. Miért fontos ugye a tagállami szint? Emlékszünk rá,
Szeptember 18-án az Európai Bizottság benyújtotta azt a javaslatát, amelyben komoly pénzmegvonást javasolt Magyarországgal szemben a pénzügyminiszterek tanácsának. Tehát a tagállamok tárcavezetőiből, pénzügyminisztereiből álló testületnek kell majd döntenie az Európai Bizottság javaslata alapján az uniós források sorsáról. Nagyjából onnantól kezdve, tehát szeptember 18-tól kezdve 2 hónapja van rá, hogy eldöntse az európai tagállamoknak a pénzügyminisztereiből álló csoport, találkozó tanács, hogy megfogadja az Európai Bizottság javaslatát és elvonja a pénzeket Magyarországtól, vagy lezárja az eljárást. És a kormány ugye az előzetes tárgyalásoknak, az Európai Bizottsággal folytatott előzetes tárgyalásoknak az eredményeként elkezdte benyújtani a törvénymódosító javaslatokat, és a parlament már többet el is fogadott ezek között. Ugye érthető, hogy Magyarország számára a legkedvezőbb döntés és folyamat az lenne, ha az Európai Bizottság látván ezeket a magyar erőfeszítéseket visszavonná a források megvonásával járó javaslatát, és nem terjeszteni ezt az Európai Tanács elé. Erre egyébként jó esély van, tehát a mai nap például az amerikai tulajdonban álló Szabad Európa Rádió is erről írt, hogy ennek a valószínűsége az elmúlt hetek fényében egyre nagyobb. Ellenkező esetben, tehát hogyha az Európai Bizottság nem vonja vissza ezt a javaslatot, és végül az Európai Tanács fog majd dönteni ebben a kérdésben, akkor ott a minősített többségi szavazás lesz, ami azt jelenti, hogy legalább 15 tagállam, amely a lakosság, az Európai Unió lakosságának a 65%-át lefelé tud dönteni a forrás megvonásról. Ugyanakkor az elmúlt hetek tárgyalásai és a mostani német látogatás alapján egyáltalán nem biztos, hogy meg lenne már a minősített többség Magyarország megbüntetése mögött az Európai Tanácsban. És nézzük, hogy ki lehetnek a partnereink az Európai Tanácsban. Ugye a V4-ek, különösképpen Lengyelország is egyértelművé tették már, hogy nem hajlandóak támogatni a forrás megvonásokat, de korábban a román elnök és a horvát elnök is hasonlóan nyilatkozott. Szintén biztató ugye a kormány számára, hogy Olaszországban a szövetségesei kerültek hatalomra, így a dél-európai ország, a dél-európai nagyhatalom, európai szinten is a harmadik legfontosabb ország ugyancsak ellenzi Magyarországnak a megbüntetését. A mostani német látogatás ugye ebből a szempontból kiemelten fontos, mert ha sikerült tető alá hozni a megállapodást, akkor és elfogadják az eddig benyújtott és elfogadott törvénymódosításokat, akkor már Európa vezető hatalma sem javasolja Magyarország megbüntetését. Ugyancsak hasonlóan járhat el egyébként Emmanuel Macron, francia államfő is, akivel a személyes kapcsolata kifejezetten jó a magyar kormányfőnek, és egyébként a francia államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy ellenzi az uniós gazdasági források kifizetésének összekapcsolását az értékek tiszteletben tartásával. Véleménye szerint ugyanis Magyarország néhány év múlva nettó befizető országá válhat, és akkor majd mondhatja, hogy ne zaklassanak ezekkel az értékekkel kapcsolatos kérdésekkel. Így fogalmazott Emmanuel Macron még 2021-ben. És szintén fontos, ugyancsak számíthat Magyarország az Európai Tanácsban Ausztriára is, amelynek szintén jobboldali kormánya van. Hát összefoglalva, az elkövetkezendő hetekben várhatóan nagyon intenzív tárgyalások lesznek továbbra is. Az Európai Bizottság mellett a tagállami vezetőkkel is további egyeztetések várhatóak. Ugyanis, hogyha az Európai Bizottság nem vonja vissza a források megvonásáról szóló javaslatát, akkor az Európai Tanácsban a tagállamok minősített többsége hoz majd döntést a hazánknak járó uniós forrásokról. Ez értelemszerűen amellett, hogy az Európai Bizottsággal is intenzív tárgyalásokat folytat a magyar kormány, az Európai Tanácsban helyet foglaló tagállami vezetőkkel is egyeztetik el. Ebből a szempontból kiemelten fontos volt a mostani berlini látogatása Orbán Viktornak, ahol ugye arról beszélt a magyar kormányfő, hogy gyümölcsöző tárgyalásokon vett részt. Tehát ez arra enged következtetni, hogy véletlenül valamilyen megállapodás, valamilyen alkú
született Magyarország és Németország között ebben a kérdésben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, követjük az eseményeket, és hát természetesen mindig beszámolok a legfrissebb hírekről. Tartsatok velem továbbra is, további szép napot!